Ezeken a korábbi felvételeken így ugrottak tüzet a szerelmesek a Sóstói Múzeum faluban Szent Iván éjjelén. Ha szeretnék megerősíteni a szerelmüket, idén is várják őket a Skanzen főterén, június 23-áról 24-ére virradó éjjel. A rendezvény beharangozó sajtótájékoztatóján elhangzott, a program egy időszaki kiállítás megnyitójával kezdődik 20 órától, amely a Matyó népművészet gazdag színpompás világát mutatja be, majd a Sárkány lányok tűzzsonglőr csapata előadása közben fellobban a falu központban a mágia. A tűz nagyon fontos eleme az estének, hiszen a tűz tisztító és egészségvarázsló erejébe vetett hit különösen felértékelődik ezen az éjszakán. 22 órától a Lóci játszik, koncertjére szórakozhatnak a jelenlévők, 23 óra 45 perctől pedig a Nyírség táncegyüttes előadását láthatjuk, a táncosok felvezetésével éjfélkor pedig megkezdődik a várva várt tűzugrás. A szerelmeseknek különösen fontos a tűzugrás, hiszen mint tudjuk a hiedelmek szerint azok a szerelmesek, akik együtt átugorják a Szent Iván ilyen gyújtott tüzet, örökre együtt maradnak. Hogy valóban örökre együtt maradnak-e a párok, azt egyelőre statisztikákkal nem tudjuk alátámasztani, de a korábbi évek felvételeinek tanúsága szerint jó hangulatú eseményre készülhetnek az érdeklődők az év legrövidebb éjszakáján.